Nagy szeretettel köszöntöm az itt megjelent hölgyeket, és különös tisztelettel az egyetlen férfi hallgatómat, fogadja legmélyebb gratulációmat. Aki nem ismerne, Bálint Bertalan vagyok, képítész, belsőépítész és képzőművész. És ebből a hármas szempontból szoktam az előadásaimat megtartani, így lesz ez most is. Hogyha Róma kútjairól van szó, akkor említsük meg, hogy ez a víz, ami a város számos kútját táplálta, onnan is érkezik. Tehát ez az első kép Róma makettjét mutatja. Ezt a hatalmas világvárost, a Tiberis folyó, illetve a közeli források és kutak is elegendő vízzel látták el. Ám ahogy a város az időszámítások előtt a 4. századtól egyre népesebb lett, több vízre volt szüksége. Tehát Augustus császár idejében a birodalom fénykorában a város lakossága elérte az 1 millió főt. Ezáltal a megnövekedett vízigény csak az Appenninekből származó forrásvizekkel táplált akvaduktok segítségével lehetett kielégíteni. A képen a műszaki megoldást láthatjuk. Ha római vízvezetékekre gondolunk, magas boltívek jelennek meg előttünk. Meglepő módon ezek csupán 20%-át tették ki a vízvezetékeknek. A nagyobb részük a föld alatt húzódott. Ennek a gazdaságos és biztonságos megoldásnak köszönhetően a vízvezetékek nem voltak kitéve sem az eróziónak, sem pedig ellenséges támadásoknak. Például az időszámításunk előtt 140-ben épített Aqua Marcia körülbelül 92 kilométer hosszú volt, de ebből csak mintegy 11 kilométert tettek ki a boltívek. Amikor a víz a gravitációnak köszönhetően beért a városba, medencékbe gyűjtötték össze, látjuk ott azt a piros négyzetet, ami hiányzik erről az ábráról, azt én oda bemásoltam, majd tovább vezették más tározókba, vagy olyan helyekre, ahol felhasználhatják. Ezek után a víz útja a Tiberis folyóba vezetett. A domborzatot is bemutató térképen két víztározót láthatunk, egy ellipszis és egy téglalap alakút kék színnel jelölve. Ezek voltak a legnagyobbak, de nyilván több kisebb is lehetett. Tisztelegjünk a mérnök elődeink előtt is. Mielőtt belefogtak egy vízvezeté építésében a mérnökök, akik tulajdonképpen hadmérnökök voltak, felmérték a vízkészlet minőségét, mennyiségét, megvizsgálták a víz tisztaságát, ízét és a vízhozamot. Ezen kívül felmérték az ottani lakosoknak az egészségi állapotát, akik azt a vizet itták. Tehát rendkívül körültekintőek voltak. Ha ideálisak voltak a körülmények, megtervezték a vízvezeték útvonalát, lejtési szögét, valamint a csatorna szélességét és hosszát. A munkát rabszolgákkal végeztették el. Egy nyomvonalon két vezeték is haladhatott, ahogyan azt a legfelső ábra mutatja. Egy-egy vízvezeték kiépítése évekig is eltarthatott, ezért sok pénzt emésztett fel, főleg a boltívekre is szükség volt. A vesztaszüzek azonban nem ihattak a földből származó vízből, hát ugye ők papnők voltak, ők az égből hullott csapadékvizet itták. Itt egy ciszternát láthatunk a vesztaszüzek átriumában. Néha a városokba haladtak ezek az akvaduktok. Talán megtetszenek ismerni, ez egy budapesti példa, Aquincum. Így már talán ismerősebb, föltárták egy részletét és vissza is építették. Esetenként megcsapolták ezeket az akvaduktokat, és ilyen szabad vízfolyást alakítottak ki, hogy az állatokat lehessen itatni. Aztán tovább folytatódott zárt medencében az akvadukt. Itt egy szombathelyi példát mutatok, hasonló, csak itt hát másképp van megnyitva a vízvezeték. Az időszámításunk szerint 3. század elején már 11-14 nagyobb vízvezeték szolgálta ki Rómát.
a legrégebbi, időszámításunk előtt 312-ben épített Aqua Appia 16 km hosszú volt, és szinte teljes egészében a föld alatt húzódott. A részleteiben fennmaradt első nagyszabású, narancsszínnel jelölt Aqua Claudia 69 km hosszú vezetékéből 10 km tettek ki a boltívek, amelyek közül néhány 27 méter magas volt. Esetenként merész megoldásokra is szükség volt, az objektumot valószínűsíthetően állandóan őrizték, mert erre utal az az őrtorony. Ugye nagyon sérülékeny volt ez a vezeték így. A víztározókból szétosztott több ezer helyet, itt csak 40 darab piros színnel jelölt vízvételi helyet mutat az ábra. Így is elég sok van belőle. Ilyen kis ivókutakat az 1870-es évektől kezdtek el tömegesen telepíteni, először kőből. Na most itt megjegyzem, hogy áttérünk most már a kutakra, elhagyjuk a technikai részleteket. A polgárok mindennapi igényeit az ilyen ivókutak szolgálják ma is. Itt egy művész ilyen megformált szép és nevezetes példát mutatok, a könyvek kútját. 1927-ben Pietro Lombardi készítette. Ezek az ivókutak olyan séta távolságra vannak, hogy ha valaki itt belekortyol ebbe a friss forrás, hideg forrás vízbe, a legnagyobb melegben is, akkor ahogy 15-20 percet sétál, akkor odaér a következőhöz. Tehát nem kell PET palackkal kínlódni Rómában és meleg vizet inni. Van ott hideg víz. Itt egy másik, a Fontana della Tiare, azért a nevét onnan kapta, hogy a tetején ugye a három pápai tiara látható, az alkotója ugyanaz, aki előbb, és itt pedig két képet mutatok egyszerre, amelyik a bal oldali a Tiberisből vizet áruló férfit ábrázolja. Il Faccio nevű kutat 1870-ből Jacopo de Conte építette. Az ivókút hordóvizet áruló alakja annak állít emléket, amikor a római birodalom fénykorában működő, majd a barbárok által tönkretett vízvezetékeket még a 16. század elején nem tették újra üzemképessé. Ebben a sanyarú időszakban tiszta vízhez csak a Trévi kútból lehetett hozzájutni, amelyet vízhordok vittek szét a város távolabbi helyeire. Itt egy másik kutat láthatunk, egy kis modern felfogásban, ez is 1927-ben készült, a neve Fontana dell'Arte, ugyancsak Pietro Lombardi műve. Az ivókút, amit sárga nyillal kiemeltem, a Santa Maggiore templom előtti téren áll. Miért mutatom ezt a rossz fotót? Azért, hogy lássuk azt most már itt, ezen a képen. Mi ennek a képnek a különlegessége? Vajon miért került ide az előadásba? Hát egyrészt azért, mert ez a turista, aki itten vizet vesz, az nem tudja, hogy ez teljesen fölösleges Rómában, mert a következő ugye 500 méterre ott van. De az a finomság, hogy valaki oda tett egy poharat, hogy ne kelljen egy ilyen csavaró mozdulattal aláhasalnia a kicsurgó vízsugárnak, na ez tetszett nekem is, ezért fényképeztem le ezt a képet. A 1930-as évekből származó ivókutat Nassoninak, nagy ornak nevezik, amelyből 2200, durván 2800 darab van a városban. Ha az orr alsó két kifolyását befogjuk, a tetején lévő kidomborodó kifolyóból felfelé törelő a víz, én még ugye emlékszem, és talán önök is, hogy a játszótereken azelőtt így lehetett a gyerekeknek vizet inni. Itt egy másikat látunk, ez egy szögletes változat, az Angyalvárat összekötő Passo di Borgo oszlop sorában van. Ezt is ez a bizonyos Pietro Lombardi építést csinálta 1927-ben. Na és akkor most elérkeztünk az igazán komoly és gyönyörű kutak tárgyalásához. Az első részletesen megcsodált szökőkút műalkotás legyen minden szökőkutak anyja, ahogy nevezik, a Trévi kút. Ott van a Lilafoltban.
A szökőkút három út találkozásánál épül fel, innen származik az elnevezése is, ugye trévium, ami trévitként is ejthető. Az ókorban az Aqua Virgo vízletek végpontja volt. A római birodalom bukás után kb. 22 km hosszú vízletéket, annak egyes részeit 537-ben a gótok lerombolták. Ezután kb. 900 évnek kellett eltenni ahhoz, hogy Róma 1 millióról 30 ezer főre zsugorodó lakossága ismét növekedésnek induljon, szükségük legyen a vízellátás helyreállítására. Ezért azután 1453-ban 5. Miklós pápa a Trévi kutat felújítatta. Ezzel egy időben a vízleték végében egy medencét építettek Leon Battista Alberti építész tervei alapján. Ez látszik a képen. San Vincenzo et Anastasio templom igazít majd el minket a nevezetes kút helyéről, annak sűrű változtatása során. Ez a korai állapot, ahol a kút a mai helyén van, de innen azután a következő kép tanulsága szerint átkerül a szomszédos oldalra 1570-ben, mert 5. Pius pápa elrendelte a medence áthelyezését a mai kút terének másik oldalára. Mi most a képet a Póli palota még el nem készült emeletéről, vagy tetőszerkezetéről látjuk, ugyanis innen készült ez a grafika. Az idők során számos terv született, ami kiérlelődött a mai állapot. Itt három tervet mutatok be. Van Vitelli rajzain láthatjuk, hogy a Póli palota terve már megjelenik a rajzokon, a baloldali két rajzon. A középső részét a pápa parancsára vissza kellett ugratni. Carlo Fontana terve a jobb oldalon szellemében hasonlít Van Vitelli bal alsó terv változatához, de a palota még nincs rajta. 1629-ben 8. Orbán pápa felkérte Giovanni Lorenzo Berninit a kút átépítésére, mivel a korábbi medencét nem találta kellően művészinek és drámai hatásúnak. Bernini a szökőkutat a mai helyén építette fel azért, hogy a pápa ráláthasson a Quirinale palotából, de ez a vetített állapot még nem az ő műve. Sajnos nem találtam Bernini alkotására képet, pedig milyen jó lett volna ettől a híres mestertől látni az elképzelését. A kút történetének fordulópontja 1731-ben volt, amikor 12. Kelemen pápa pályázatot írt ki átépítésére. A pályázat nyertese Nicolò Salvi lett. Az új szökőkút építését nem sokkal később kezdték el. Elbontották a Bernini féle kutat, és a Póli palota déli homlokzatán felépítették a ma is látható hatalmas barokk szökőkutat. Szerencsés és előrelátó döntés volt, ugyanis a déli tájulás miatt a nap reggeltől napnyugtáig mindig változó színben és fényben öltözteti minden kutak anyját. A pápa 1735-ben avatta fel hivatalosan, noha az még építés alatt állt. Salvi 1751-ben halt meg, a Trévi kutat halál után 11 éven később fejezte be Giuseppe Pannini. A kút vize egy római diadalívhez hasonló architektonikus keretezés középső szoborfülkéjéből indul, előtte egy grandiózus szoborcsoport teszi teljessé a művészi alkotást. A kút központi alakja Neptunus tengeristen, aki egy kagyló formájú kocsin áll, Pietro Bracci munkája. A jármű elé fogott, s egy-egy triton által irányított tengeri paripák a tenger ingadozó természetét szimbolizálják, az egyik nyugodt, a másik ideges. Triton, a vizek parancsolója, Poseidon vagy Neptunisten parancsára megfújt kagylókürtjéből, kagylókürtjének hangjától a vizek megszelidülnek, az árvizek visszavonulnak.
ezt ábrázolja ez a szoborcsoport. Ezen a képen jobban látszik ez az igazi barokk szertelen kagyló sorból álló hát, közlekedési eszköz. A kút szobrai között szimbolikus alakokat is felfedezhetünk, így a bőséget és a tisztaságot ábrázoló alakokat, amelyek a forrásvizek két legfontosabb tulajdonságának a megtestesítője, vagyis legyen bővízű és legyen tiszta. Ókori építetőjének, Marcus Agrippának az alakja is feltűnik, aki híres hadvezér és hadmérnök volt, Augustus császár barát, személyes barátja is volt. A kút homlokzatának domborművei az Aqua Virgo legendáját mutatják be. Eszerint időszámításunk előtt 19-ben egy szűz segített a római mérnököknek megtalálni a vízletéket tápláló forrást. Ez a jelenet a kút mai homlokzatán is látható ezen a domborművön. És akkor íme a turista, siser a had, a Biezza dei Trevin. A háttérben a Santissima Vincenzo ed Anastasio templom. Hát miközben eleget tettem a kötelező torna gyakorlatnak, háttalálva apró pénzt dobtam a kútba, remélve, hogy visszatérek oda. Ma már ez az akció tilos, de 2015-ben tett látogatásomkor még szabad volt. Azóta a nevezetes kutakat fegyveres erők vigyázzák. Dávid Katalin gyönyörű sorait szeretném itt felolvasni. A szökőkutak miközben oltják a szomjat, aközben, és ezt Respighi a zenéjében fejezi ki legköltőibben a szökőkutak elvont lényegét, a zenét adják ebben az ég számára készült kompozícióban, amit közönségesen Rómának nevezünk. Tovább lépve, a barbárok, mint a gótok, majd a franciák pusztításai után 5. Sixtus nagy figyelmet fordított a római vízművek helyreállítására. Uralkodása kezdetén már csak egy működött az ókori vízletékek közül, a Trevit tápláló Aqua Virgo. Ő volt, aki több más vízletéket is rendbehozatott, köztük az Aqua Alexandrinát, amit magáról, keresztnevéről Aqua Felicének nevezett el. Ezt a kutat 1585-88-ban a pápa kedvenc építésze Domenico Fontana tervezte. Nomen est omen, ugye? Fontana műve, a falba épített szökőkút az első a maga nemében. A római diadalívek alakját idézi. Ugye, tehát ez egy korábbi, mint a Trevi. Feliratai a korabeli szokás szerint építetőjét a pápát dicsőítik. A fal három fülkéjében ószövetségi szobrok helyezkednek el. A központi alak Mózesé, ennek alkotói Leonardo Sormani és Prospero da Breccia voltak. A baloldali szobor Áront ábrázolja, a jobboldali pedig Józsué prófétát. A Felice kút eredeti gránit oroszlánja a mai Vatikáni Múzeumban látható. Most vessük össze ezt a gránit szobrot a másolatával, ami ott van a helyszínen. Azért érezzük ugye, hogy ugyanaz a szobor egészen mást sugároz, mint a mészkőből készült másolat. És ez nem a másolaton múlik, hanem az anyagon. A központi alak Mózes, már a megalkotása során sok kritika érte a szobrászt, az elnagyolt merev zömök törpeszerű alakja miatt. Mózes a jobb kezével a kút vizére, tehát átvitt értelemben az isteni parancsnak megfelelően az általa szétválasztott vörös tengerre mutat. Baljában attribútuma két kőtábla, amelyet a Sínai hegyről vagy Sínai hegyről lejöve tart a kezébe. Egy kis szökőkúttal megpihenünk, mielőtt a következő csoda következne, ez a Farnese-tér szökőkútja. A Caracalla termából származó eredeti fürdőkát a kút vezérmotívuma, de kiegészítették barokk vízmedencével és szökőkúttal. A spanyol lépcső helyén lévő domb és a Trinita
dei Monti templom ábrázolását láthatjuk egy rajzon a Barcaccia nevű szökőkút elkészültekor. Már ekkor is gondolt a város vezetése és az alkotók, a Berniniek, apa és fia, hogy a szökőkút elhelyezésére a templom tengelye bizonyulna a legkedvezőbbnek. Ezen a fotón jól látszik a szökőkút tengelyének finom elfordulása, az később épült házfalak által kirajzolt építési vonaltól. Az, hogy ez nem véletlenül alakult ki, hanem gondos tervezés műve, utólag nehéz lenne igazolni. Érdekes lehet a tervezők törekvését látni, hogyan próbálták utólag kijavítani, összehangolni az egyes építészeti elemeket. Hát nézzük sorba. Ugye hát először is itt van a templom tengelye. Ott van ebben a tengelyben az a bizonyos obeliszk. Ugyanakkor a spanyol lépcső tengelye egy kicsit ettől eltér, és ettől további kismértékben eltér a szökőkút tengelye is. Az utcát jelképező sárga vonal és a kút hossztengelye által bezárt szög lehetővé teszi, hogy a járókelők szeme elé már messziről feltáruljon a bárkácska olyan szemszögből, ahonnan az összes eleme már láthatóvá válik. És akkor most töröljük egy delete gomb megnyomásával, amikor azt feltételeztük, hogy ez nem volt tudatos az alkotóktól, de igen, tudatos volt. Egyszerre látjuk tehát az orrrészt, a középső tálat, a vízsugárral, de még az orr belső oldalát is, ha az utca tengelyéből nézzük. Innen készítettem ezt a fotót. A bárka oldalának puha megnyitása is a legjobb szögből látszik. Az orrészből kiáramló két vékony vízsugár a horgony lánc képzetét kelti. Ez egy újabb utalás a hajócskára. Gyönyörködhetünk a kemény kő lágy puha formáiban, olyan, mintha egy óriás gyúrta volna ki az anyagból. A barokk szertelen fantáziája manifesztálódik, testesül meg benne. A Tiberis 1598-as nagy pusztítást okozó áradásának emlékére készült, a költője megformázott, léket kapott Barcaccia, amely nem csak ivókút, hanem egyben a tragikus esemény emlékműve is, ami a szimbolikáját illeti, valahogy így fogalmazhatnánk meg. Középen, a léken át a tálba felszökő vízsugár és a bárkából túlcsorduló víz az áradás áttranszformált szimbóluma lehetne. A léken át a Tiberis szökik be a bárkába, majd csordul ki belőle és tér vissza önmagába. Igen szép allegória, az áradás lényének költői szépségű megfogalmazása kőbe faragva. A medence, de még a bárka is ellipszis alakú. Bernini papától és Lorenzo nevű 14 éves fiától mire számíthatunk? Már itt is megjelenik az ellipszis, amely azután a San Andrea al Quirinale templom alaprajzában teljesedik ki, a már élete fénykorába lépő Lorenzo Bernini keze nyomán. A bárkácska úgy süllyed a térburkolatba, mintha tényleg süllyedőben lenne. A vízsugarak csak annyira szöknek a magasba, amennyire egy léken át ez megtörténhet. A forma kompozíciója összhangban van a spanyol lépcsők közbenső pihenőjére állított obeliszkel és a Trinita dei Monti templommal is. A végeredmény szemet gyönyörködtető különösen így, hogy talán virágvasárnapkor virágpompába öltöztették. A következő témánk a Navona tér. Alakja híven őrzi Domitianus stadionjának formáját.
akkor öltözött barokk pompájába és vált igazi városi téri, amikor Pamfili, Róma egyik leggazdagabb polgára elnyerte a pápai trónt, és 10. Ince néven kezdett uralkodni a Vatikánban és a pápai államban. 1644-ben felújított bővészi Aqua Virgo vízeték elágazó nyomvonalán célszerűen több díszkútra volt szükség. Ekkor vált aktuális a tér megtervezése, rendezése. Hosszú elnyúló alakja miatt igényelte a középpontban és a szélső fókuszpontokban elhelyezett újabb motivumokat, a szökőkutakat. Ezekkel az elemekkel a tér aránya megváltozott, tagolásával léptéke intimebbé vált anélkül, hogy nagyvonalúságán csorba esett volna, írja Pogány Frigyes. A kardinálisok gyülekezetének dokumentuma szerint először a két szökőkutat kellett megépíteni a tér két végén. A tér közepén haladó vezeték kínálta lehetőség miatt úgy döntöttek, hogy az eredeti tervet kiegészítik egy harmadik kúttal, a hozzá tartozó egyszerű vájúval, amely állatok itatására szolgált. Della Porta gondoskodott arról, hogy elkészüljön a két szélső szökőkút. Ez tehát az első, a délnyugati. Ez az első változat, később Mórókútnak nevezték. Giacomo Della Porta építész szobrász műve, ahogy említettem, aki a külső medencét és a központi figurát is a mainál kisebbre készítette. Úgy döntött, hogy újra hasznosítja azt a négy nagy tritont, amelyet már elkészítettek a Piazza del Popolo tér kútjainak díszítésére, de félretették. Alacsony pereme szándékos választás eredménye volt, alkalmassá téve, ahogy említettem, állatok itatására. Porta művét később Bernini kiegészítette a középen álló főalakkal. A Móró nevet kapta a figura szerencsétlen arcáról. Két érdekes mellékalak látható, az egyik a dupla kürtjében fúvó triton, ugye a vizek parancsolója, ahogy már tudjuk, Poszeidon Neptun parancsára megfújt kagylókörtjének hangjától a vizek megszelidülnek, az árvizek visszavonulnak. A másik a kút peremén és a kép közepén pedig két delfinnel keretezett furcsa férfi arcot formáló vízköpő látható. Itt a baloldali kép a Mórót ábrázolja, a jobb oldali pedig a közeli Pasquino szobor, amelynek a nevezetessége az, hogy a rómaiak a véleményeiket oda tehették a lábához, ezért beszélő szobornak nevezték. A tér másik végén Della Porta kútjának először pénzhiány miatt csak a medencéje készült el, majd sokkal később a 19. században egészítették ki a magasabb medencével és az alakokkal. Érdekes a döntési mechanizmus megváltozása. 1873-ban többé nem egy egyházfi szeszélye vagy koncepciója, hanem a város által kiírt versenyben választották ki a győztest. A ma látható együttes Antonio Della Vita és Gregorio Cappala műve 1878-ból. Címe egy kicsit hosszú, Neptun harca a tengeri szörnyel, nerejdák és tengeri lovak között. Neptun figurájáról egyébként eszünkbe juthat a Laokon szoborcsoport is. Hát ugye itt is a perem alacsony, tehát itt is a lovakat itattak benne a múltban. Nézzük a központi figurát. A bal lábfeje, íme, kecsesen lazán érinti a sziklát, hiszen az erőfeszítésekor, a szörny legyőzésekor a testsúlya jobb lábon van. A manierizmus és a barokk stílus egyszerre jelenik benne, meg benne. Egyébként elgondolkodtató látni az alakokhoz tartozó szörnyeket. Hasonló párhuzamot vonhatunk napjainkban a dínó, óriás cápa és a digitális fantázia szörnyek kultuszával.
talán a rettegés igénye örök, tehetnénk föl a kérdést. A központi figurának dagadó izmai szinte mindenhol görcsösen feszülnek, ott is, ahol nem kellene. Ez árulja el Bitta és Cappala hatalmas mesterségbeli tudása mellett azt, hogy ezek a nagy művészek is hibázhatnak. Tehát ismételjük el, először tehát a két szélső kút készült el, azok is fokozatosan nyerték el végső formájukat. Utoljára a minden szempontból legjelentősebb középsőt a pápa a tér közepére az épülő Szálány Jézse templom elé kívánta megépíteni. A templomán dolgozó Borominit kérte fel a munkára, de ő el volt halmozva más munkákkal, ezért Berninit ajánlotta. Tizedik Vince vonakodott. Bernini, mint az előző pápa kedveltje, mellőzött volt ebben az időben. A pápa unoka húga és annak férje azonban titokban Bernini mellé állt. Rávették a mestert, hogy készítsen modellt az általa elképzett kultról, és mutassák meg a pápának. Az ötlet bevált, Tizedik Vince azonnal felismerte a mű erényeit, és a megbízás létrejött. Miután az épülő Szálány Jézse templom a tér középpontjától kissé balra foglalt helyet, hiszen mai szóval egy foghíjon helyezkedik el, Bernini hozzá képest a szökőkutat a pontos középpontból, lásd a pontvonallal, kissé balra, de az Szálány Jézse tengelytől jobbra tette, ezzel kerülve a templom eltakarását. Ha felülről nézzük ezt a csodálatos teret, akkor teljes szépségében tárul elénk. A fényképet nyilván ennek a palotának az első emeletéről készítette a fotós a lehető legjobb időben. Amikor a tér elkészült, azóta szokás volt minden év augusztus vasárnapjain a szökőkutak lefolyóinak eltömítésével átalakítani a helyszínt. A 19. századig zajlottak itt gondolásfáklyás ünnepségek. Ez a vízzel feltöltő művelet két óra alatt megtörtént. Ebből következtethetünk arra, milyen bővízűek ezek a kutak. Még egy kis szabálytalanságot is alkalmazott a művész. A kutat néhány méterre a templom felé tolta. A kút ellipszis alakú medencéje kis tengely irányába a 60 méter széles Navona-tér egyharmadát foglalja el. Ennek a pereme is alacsony, csak 50 centi magas. Bernini terve már tartalmazta a Via Appián heverő római obeliszk felhasználását, azonban a tér 300 méter hosszához képest annak 16 méter hossza kevés volt, mert a templommal a háttérben jelentéktelennek mutatkozott volna. Ezért azután az obeliszket felállítatta egy 4 méteres gránit téglatestre, ezt pedig felültette egy 4 kőtömbből alkotott 7 méteres szikra alapzatra. Így az obeliszk már 11 méterrel magasabbról mutat felfelé. Ennek a szökőkútnak a teljes magassága így 27 méter, ami 9 emelet magasságot jelent. A 4 sziklatömb alapformája a medence ellipszis tengelyéhez képest kissé elfordul, balra csavarodik. Ugye ismerős ez a Várkacsa elemzése során már megismertekkel. A cél ugyanaz, a műalkotás legkedvezőbb nézőpontjának feltárása, a legfontosabb nézőpontból, a hosszúkás tér tengely irányából. A 4 szikla tömeg fent találkozik, köztük az obeliszk alatt két irányban merész átjáró nyílik, mutatva, hogy a magasba törő központi csúcs nem a földön nyugszik, hanem a 4 darab csavarvonalban terpesztett sziklán. Csavarvonal, tehát a barokkba vagyunk. A baroknak az alapvető kompozíciós formája ez. Egyébként ez emlékeztethet bennünket Borromini, a vetélkedő kortárs, konkurens építész, San Ivo alla Sapienza kápolnája
lanternájára is. Tehát nem csak a szobrászatban, az építészetben is megjelenik ez a motívum. Nézzük akkor most az alsó részt, aminek a neve négy fő folyószökő kutya. Mindenütt a főalakokon kívül természetesen sok a növény, pálma, ágávék, zsurlók, babérok és állatok között. Gyíkok, teknősök, krokodil, vízokádó sárkány, amelyek szellemesen bomlanak ki a kőből a véső nyomán. Az alakok az akkor ismert négy földrész, négy folyóját ábrázolják, vagyis az akkor ismert világ összes nagy folyóvizeit. Jobbra mindjárt a Duna barátságos óriás szobrát látjuk, balra a Rio de la Plata rémült vadember formájában, túloldalt pedig majd látni fogjuk a Ganges és a Nílus alakjait. A folyókat szimbolizáló alakok között állatok oltják szomjukat. Itt, Európa és Dél-Amerika között a magyar puszták és az argentin pampák lova bukkan elő. Ez az egyetlen olyan jelkép, amely, mint magyar jelkép megjelenik a művészet történetben, állítják a nálamnál okosabbak. A Duna úgy tűnik, mintha maga a szobrász lenne, szeretettel szemlélni, óvná a merészen égbe szökkenő művét. A Duna mellett egy hatalmas, harcsaszerű hal szája nyeli el a vizet és tartja szintben a kút vizét. Ott van legalul. Különösen szép szobrászati részletet figyelhetünk meg, ahogyan a sziklák fent, az obeliszk alatt szeszélyes, időmarta csúcsokban végződnek. Ahogy fordulunk tovább, itt a Duna már háttal látszik, jobbra pedig megjelenik a Ganges, amely alatt egy vaddisznó bukkan elő és iszik. Megjelöltem, mert nehezen látható. A fotón jól kivehető a merész szerkezet áttörtsége. A képen láthatjuk még a Pamphili család kihajló címer pajzsát is, amely koronázza az együttest. Tovább haladunk körbe. A sziklák félméteres, vízszintes travertin szeletekből állnak, a helyszínen faragták ki belőlük a népes állat és növényvilágot. Külön készültek és nyertek elhelyezést a márvány férfi alakok, mozdulataik láthatóan mozgalmasak. Balra a Ganges, az evezővel ábrázolt alak, míg jobbra a Nílus alakja látható. Mivel a Nílusnak a forrása az időben ismeretlen volt, ezért az alak feje titokzatosan kendőbe burkolt. Afrika és Ázsia között mindkettőjük oroszlánja oltja a szomját. Csodáljuk meg a pálmafa szélfúrta ágait. Bernini áttör szikla talapzatát merészen újszerűnek mondták, bár a két irányba nyitott obelix talapzat emlékeztethet bennünket a Janus íve tetrapilonjára. Íme az ókori minta. Bár a visszaemlékezésekből az derül ki, hogy ezt az előképet elfelejtették, de a kollektív tudattalamban nyilván jelen volt, és véleményem szerint ez hatott Berninire is. Csúfolódások is keletkeztek. Az obeliszk egy levegőben áll, le fog dőlni egy szélben, mondták. Bernini szellemes válaszul négy irányba vékony zsineggel kikötötte az obeliszket a házfalakhoz. A zsineg annyira bevált, hogy azóta földrengés sem döntötte le. Később felbukkant egy újabb csipkelődés, mely szerint Bernini vetítását Boromit gúnyolta volna azzal, hogy a dél-amerikai vadember ilyet arca és elhárító kézmozdulata az összedőlni akaró San Agnese templom kupolájára utalhatott. A valóságban a kupola szokatlanul, de szükségszerűen került a homlokzathoz közel, de mégsem annyira, hogy indokolhatta volna a bírálatot. A kult átadási ünnepségéről hiteles és részletes feljegyzés maradt ránk.
tizedik ince körmenet élén elégedetten adott jelt a leplek lehullására. Taps a téren, de a víz némán csillog a medencében. A pápa áldást hoz, megfordul és csalódottan elindul népes kíséretével hazafelé. Néhány lépés után a szobrász jelére a víz magasba szökött. A pápa értette a késedelem okát, ugyanis ő is késett nem csak a megbízással, de a fizetéssel is. Bernini másnap megkapta a kialkudott 5000 szkúdó részletét, hozzá az Aqua Felice prefektusi kinevezését, fiát pedig azonnal kanonokká nevezték ki. Méltó jutalmat kapott. Hát most egy kisebb kút következik, de hogy a kiskutak sem jelentéktelenek, álljon itt ez a példa. Ennek a neve Méhecskés kút, amely az építető barberiniek Méhecske cím rovaráról kapta a nevét. A főső része a pápát dicsőíti. A kút egyébként nyitott kagylót formáz. Ne gondoljuk, hogy ez csak egy egyszerű forma. A baroknak, a barok ezen kedvelt motivumának itt más jelentés tartalma is lehetséges. Hát nézzük, mi lehet ez a gondolati ív. Hát ugye a víz közismerten az élet forrása. Tovább gondolva, ha víz, akkor hajózás. Ha hajózás, akkor kereskedelem. Ha kereskedelem, akkor bőség. Tehát ebben az összefüggésben vizsgálhatjuk ezt a kis jelentéktelennek látszó kutat. A Rotonda tér kútja 1575-ben Giacomo della Porta terve szerint kezdett épülni a pápa 13. Gergely megbízásából. Ezt követte 1711-ben 11. Kelemen pápa megrendelésére Filippo Barignoni mester, aki a kutat kiegészítette egy stilizált sziklával, amelyre második Ramszesz fáraó obeliszkét állították fel. Az obelisk lábánál található vagy látható a pápa címere. Figyelmen kívül hagyhatjuk a nevezetes obeliszket, mert az impozáns kút és a panteon elvonhatja figyelmünket. A kompozíció lendületesen tör az ég felé. Ezt nevezem én az igazi jó baroknak. Az ábra hasonlít egy befogott tartó nyomaték ábrájára, amely az anyagban ébredő feszültségeket mutatja. Most képzeljünk el, hogy a kezünkbe megfogunk egy hurkapálcát, és a hurkapálca tetejét megpróbáljuk elmozdítani. Hát hol keletkezik a legnagyobb erő? Hát itt, a befogásnál. Na ezt mutatja ez az ábra, a sárga vonal, a pirosak pedig a feszültség, a keletkező feszültségek nagyságát. A groteszk maszkfog szájából folyik a víz a hatalmas karélyos tálba. A maszkok a Piazza Navona északi kútjához készültek, de ott nem használták föl ezeket. Két oldalt delfinszerű szörnyek egészíti ki a részletkompozíciót. A ma látható groteszk maszkok már nem az eredetiek, nyilván már a múzeumban vannak, és ezek, amik itt vannak, ezek másolatok. Semmi sem ment veszendőbe. Találó Szinte Gábor képzőművész és szépíró megállapítása, időnként átrendezték a várost, mint egy lakást. Bernini Triton kútját mutatom. A baloldali képet, ha nézzük, akkor értelmezzük együtt a barokk szertelen formavilágát. Hát ugye alul a delfénszerű szörnyek felfelé hullámzó úszói, után az azt ellenpontozó, kitárulkozó, nyitott kagyló viszintese, majd a térdeplő főalak a kürtjét megfújó triton hangsúlyos felfelé mutató mozdulata, a kürtőjéből magasra szökő függőleges vízsugár együttesen, és mindezeknek az aránya jelenti számunkra a csodálatot, az élményt. Tehát ezek ilyen mozdulatokkal lejátszhatók, tehát a delfinek, akkor a tál, akkor középen ugye
kimagaslik az alak és a vízsugár. Na most érdekes, és ezért került a diára a jobboldali kép. Ez a kép ugyanis nyilván a kocsikból, az autókból következtethetően a századfordulón készült. Ebből az látszik, hogy a vízsugár sokkal magasabbra szökik. Ebből az következik, hogy vagy Róma lakossága a vízfogyasztása kevesebb volt, és a rendelkezésre álló víznyomás nagyobb volt, és így magasabbra szökött a vízsugár, vagy pedig a baloldali képen látható alacsonyabb vízsugár egy asszályosabb időszakban készült, amikor az akvaduktokból kevesebb víz érkezett a városba. Újabb kutak következnek. Azért mutatok ennyi félét, mert mindegyiknek van valami különlegessége, valami érdekessége, és ezt szeretném önökkel megosztani. Itt két kutat is látunk egyszerre, a téren álló, vagy az utca kereszteződésben álló épületek falába beépítve. Íme a négy kút együttesen. Tiberis a Rómát, az Árnó Firenzét, Diana a hűségességet, a Juno pedig a hatalmat szimbolizálja. Itt kiemeltem a Tiberis kútját, amely Rómára utal. Honnan tudjuk ezt? Hát ott a farkas a sarokban. Egy kisebb kút következik. Nem ígérem, hogy pihenni fogunk, mert ez a kisebb kút aztán egy gyönyörű nagy szökőkútba fog befejeződni. 800 méterre a fórum területétől 1587-ben egy kerek gránit medencét találtak. Valószínűleg egy régi római szökőkúthoz tartozhatott. Giacomo della Porta feladata volt, hogy ezt egy itatóvá alakítsa át. Egy maszk alakú kifolyót készített erre a célra, és helyezte el a márványtömbön. Ez ma már beépítve egy falba látható. Az eredeti csak maga a maszk, amelyhez hozzáépítettek egy ókori római fürdőkádat, és kiépítették köré ezt a négyzet alakú tálat. Hova került a kör alakú tál? Hát ide, a Dioscuri kút elé. Ez az a bizonyos tál. A Dioscuri szoborcsoport görög eredetű római másolat volt két férfi alakból, Castor és Pollux, valamint a lovakból állt. Konstantinus fürdő rómjai előtt volt látható. Fontana azt gondolta, hogy teljesen helyreállítva felhasználja ezeket itt. Semmi sem egy veszendőbe, ugye? Láthattuk. Itt még nem volt a tál a helyén, de itt már igen. 1782-ben 6. Pius úgy döntött, hogy úgy arculatot ad a Piazza del Quirinálénak, így a két obelisz közül az egyiket, amelyek egykor Octavianus Augustus császár sírját szegélyezte, áthelyezték ide. A végső állapot 1818-ban a Napóleon megszállás után alakult ki, amikor a különböző elemeket végleg összerendezték. Érdekesség a szobor posztamenseinek elforgatása az obeliszk talapzatához képest. Ez már egy barokk gondolat. Mozgalmas, újszerű, a reneszánsz nyugodt komponálásához képest egy más szellemiséget sugároz. Minden esetre itt még megvan a formai harmónia a klasszikus görög és a barokk felfogás között. Az együttes természetesen háromszög kompozícióba foglalható. Újabb kutat tekintünk meg a történelmi belvárosban, egy kicsi téren, a Piazza Mattein. Nehéz rátalálni, ezért mutatom a térképen. A tér a befolyásos Mattei családról kapta nevét, amely az ott álló palotákat birtokolta. Eredetileg a szomszédos térre tervezték, ahol egy piac működött, de Múcion Mattei ragaszkodott hozzá, hogy az ő palotája elé kerüljön. Cserébe vállalta,
hogy a teret kikövezteti, és gondoskodik a kút tisztántartásáról, ami nem volt egy kis feladat. A szökőkutat, a teknőcök kútját csak úgy, mint a trévi kutat, az Aqua Virgo vízvezeték táplálta, amely, ugye tudjuk, Augustus császár óta működött. Ezt a kutat is Giacomo della Porta tervezte, azonban Taddeo Landini építette fel. A megvalósítás során a tervek több változtatáson mentek át. A négy fiú alakot és a nyolc delfin figurát eredetileg márványból faragták volna, végül azonban bronzból öntötték ki. A delfinek közül négy darab végül átkerült a Piazza del Chiesa Nuovan álló kútra, mert itt a víznyomás nem volt elég ahhoz, hogy a víz látványosan törjön elő, mind a nyolc delfin szájából. Már akkor is gyakran előfordult Rómába a vízhiány. Amikor ilyen előfordul Rómában, akkor a szökőkutakat fokozatosan lezárják, de az ivókutak végig működnek. A szökőkút ma egy díszes, négyzetes márványmedencében áll, amelyben elhelyezett szobrászati együttest, mint a márványkagylók, a mozgalmas fiúalakok, a delfinek, a kerubfejek és a teknősök díszítik. A felső medence tál oldalán kerubfejek, a tál peremén pedig bronzteknősök vannak, amelyek mintha inni sietnének. Ez utóbbiak 7. Sándor pápa által elrendelt 1658-as fejlújítás során kerültek a kútra. A teknősöket valószínűleg Giovanni Lorenzo Bernini készítette. A teknőcök másolatok természetesen az eredetiek a Kapitolium Múzeumban vannak, mivel 1979-ben az egyik teknőst ellopták. Számomra, de gondolom mindenki így lett vele, a teknősöket szeliden terelgető ifjak szeretetteljes mozdulata az egyik legvonzóbb ebben az alkotásban. Ugye? A teknőcökre veszélyes delfin szörnyeket az ifjak lábukkal fékezik meg. Íme! A túlcsorduló víz a kagyló költői szépségű lágyan ívelt peremén át távozik, hasonlóan a Barcaccia pereménél már látottakhoz. Más a művész, de ugyanaz a finomság kőbe álmodva. Nem véletlenül sorolja a közvélekedés Róma első 10-12 legszebb kútja közé. Légies áttörtsége, könnyed bája, formáinak harmóniája, kecsessége méltóvá teszi erre a megtiszteltetésre. A következő kút a pirossal bekeretezett helyen van, hát ez Rómának a hegyesebb, az egyik dombja, ami egy kicsit magasabb a többinél. A teknősök kútja pedig szaggatottan látszik, bekeretezve. Ez a kút a Szent Pál kút, innen szép kilátás nyílik Róma belterülete. Friss víz pedig felfrissíthet a dombra mászás után. Íme az Aqua Paola. A műalkotás középső része még őrzi a diadalívek hármas nyílását, de ki is egészül a díszes barokk pártázattal és két oldalsó mellékszárnyal. Ezek szoborfülkét rejtenek. Egy dátumot is olvashatunk a frízen, 1612. Erős plasztika jellemzi, az oszlopok által tartott súlyos dicsőségtábla hangsúlyozására a díszes gránitoszlopok és a masszív boltozatok kiválóan alkalmasak. A kút mintha egy épület falára tapadna, hasonlóan a trévi kúthoz, bár a következő képen látható a központi nyílás, amely a tömböt valamilyen kilátó lodzsával vagy kilátó terasszal ketté osztja. 5. Pál pápa hódolva a pápák népszerű elfoglaltságának felújította Trajanus vízvezetékét, ezzel javítva a Tiberisen túli városrész, a Trastevere és a Borgo vízellátását, ezért tiszteletből Aqua Paolának nevezték át. És akkor itt láthatjuk a központi kifolyót,
aki látóval. Ez a kép nem véletlenül kerül ide, Diocletianus fürdőjének alaprajza, de most nem erről lesz szó, hanem a zölddel kijelölt részről. Ez pedig nem más, mint a Republika tér. Ebből láthatjuk egyébként, hogy mekkora volt ez az ókori fürdő, ha ez a tér csak egy töredéke volt annak. De most ugye Róma kutyai a téma, tehát lássuk ezt. A szecesszióban befejezett kutat a Huncut erotikája miatt szeretem. Eredetileg egy egyszerű kő kádból álló szökőkutra a tér kiépítése idején 1885 körül négy mészkőből készült oroszlánt állítottak. A római polgároknak nem tetszett ez a sematikus megoldás, ezért a városi tanács pályázatot írt ki. A nimfák elkészítésére kiírt pályázatot Mario Rutelli, palermói szobrász nyerte el. A gyönyörű szökőkút vize, itt zöld, ez a rómaiaknak egy szokása, hogy időnként átszínezik a szökőkútjaikat. A medence szélén lévő négy csintalan nimfa tengeri szörnyekkel évődik. Az évődés és az alakok érzéki látványa olyan heves vitát váltott ki, hogy a kút köré emelt magas kerítést a város vezetése nem akarta lebontani. A kevésbé prűd rómaiaknak tetszett a szoborcsoport, és állítólag 1901. február 10-én ledöntötték a palánkot. A kút négy sarkán látható nimfákat példának hozom fel a korai szecesszió erotikájára. Itt a tavak nimfája hattyúval címet viselő szobor látható, hát meglehetősen elszennyezve, ugyanis az Appenninekből érkező forrásvizeknek magas a mészkő tartalma. A szobrok hamar elvízkövesednek, és hamar megtelepszik rajtuk a muha, vagy az alga. A tavak nimfája, mint pancsoló kislány, itt már Huncutul beállított vízsugárral együtt képezi ezt a csodálatos látványt, és átadhatjuk magunkat romantikus ábrándozásnak. A források nimfája pedig egy sárkányon fekszik, miközben a vízsugár csiklandozza. A folyók nimfájának éppen a kép készítése előtt készült el a tisztítása, nedves teste mutatja meg igazán ezeknek a szobroknak igazi erotikáját. Fokoz a hatást, hogy egy tengeri szörnyhalon hever, és egy kígyószerű formával évődik. Hát ugyan ő mosdás közben, és ugyan ő mosdás után. A tér szégyenlősen fátyollal takarja be a források nimfáját. Most egy kortárs szökőkút következik. Ne gondoljuk, hogy ez az egyszerű kút annyira egyszerű és annyira sematikus. Mindjárt be fogom bizonyítani. Ennél a városi szökőkútnál a formák helyét a víz csobogása váltja fel. Visszafogottságát az augusztusi béke oltárát befoglaló kortárs épület indokolja. Háromféle módon kezeli a zseniális építész Frank O. Gehry a vizet. Csobogtatja, porlasztja, lásd hátrébb, és a sima kőfalon itt a kép előterében csurgatja. Tehát csobogtatja, porlasztja, és csurgatja. A szerző rákfölös feje a vízfüggönyhöz nyomva hamarosan visszanyeri eredeti szépségét. Ezután az úti társak is örvendeznek. A felfrissített talpacskák mutogatása ne tévessze meg senkit, ez csak mellékes élvezet volt. És akkor most, Róma kutyait befejezve, térjünk át Tivolira. Miért térjünk át Tivolira? Mert 30 kilométerre fekszik Rómától, és ha már ott vagyunk, érdemes nem kihagyni az utazásunk alkalmában. A képet a városka középpontjában emelkedő szír tetején
hangulatos terecskéből nyílik a Deste villa. Hatalmas parkjában rejtőzik az a látnivaló és hallanivaló, amiért érdemes ide elzarándokolni. Íme a város történelmi főtere, és itt a Deste villa, ez a gyönyörű reneszánsz palota, amelyet 6. Sándor pápa unokája Ippolito Deste bíboros megbízásából Piero Ligorio és Alberto Galvani alakítottak át, illetve egészítettek ki. Ez az Ippolito nem azonos Mátyás király korában élt esztergomi érsekünkkel. Ez csak névrokon. A kiegészített palota részt láthatjuk a nagy lodzsával és a nagy terasszal. A főszalomból kilépve az úgynevezett Grand Lodzsára, a nagy teraszra, szemed gyönyörködtető kilátás nyílik a teraszos kertre és a távoli lankákra. Persze itt nem a lodzsát, hanem a kép a terasz mutatja. Ahonnan két oldalról szimmetrikus lépcsősorok vezetnek lefelé a kertbe. A domból bellejtőire épült manierista stílusú teraszos elrendezésű kertben vízköpők, szökőkutak, csobogók, medencék, itatók és szobrok kavalkádja kápráztatja el a látogatókat. A fantázia szülte alakok keltenek mesebeli, misztikus hatást. Íme két kariatida, ezt a csavarvonalat láthatjuk a Sixtusi kápolna Michelangelo által festett Ádám és Éva teremtése című képén is, ahol a kígyó farka egy ilyen kettős spirálba tekeredik a fa köré. Ebből a dúsan díszített pavilomból és medencéjéből indul a víz hosszú útjára, hogy eközben gyönyörködtessen bennünket csobogásával és sugarainak változatos formáival. A kert csodálatos szökőkutyai Liszt Ferencet is megihlették, ezért innentől kezdve hallgassuk együtt a Villa Deste szökőkutyai című zeneművét, Kocsi Zoltán nagyszerű tolmácsában, és miközben peregnek a képek, én pedig csendben maradok. Thank you.
Köszönöm meg tisztelő figyelmüket.